Sziasztok, Csogni vagyok a Grammából, és most beletekinthettek a legújabb klipünknek a forgatásába az offline segítségével. Ismét a Studio X-re dolgoztunk. Velük már csináltunk egy videóklipet, az enyém az utolsó szót. Ez egy irodaháznak a tetőkertje, talán mondhatom ezt. Minden esetre a teteje. Gyönyörű kilátás, ugye. Budapest, meg minden, tehát csodálatos. Rajtuk keresztül sikerült ezt megcsípni. Az épületnek az üzemeltetői haláljófejek, meg minden, nagyon segítőkészek, és tényleg tükpak megkaptuk ezt a dolgot. Szerencsénk van, akkor ezek a felhők is elmennek, meg az eső is, az előbb egy kicsit csöpörgött, és akkor tudunk forgatni is. Mert már csak ez hiányzik, hogy forgassuk egy kicsit. Halál egyszerű image clipről van szó, a dal 2,5 perc, vagy 2:40, vagy valahogy így. Ez az egy helyszín lesz itt a tetőn, és lassan elkezdjük a forgatást. Igazából ez a délutáni órák meg naplemente környéke az, ami így főként be van lőve nekünk, amikor elkezd kicsit rózsaszín narancssárgába váltani az ég. Erre utazunk nagyon. Ezt reméljük, hogy ezt normálisan fogjuk látni, és nem lesz ennyire borult, de el sem néz ki rosszul. Tehát én már láttam egy-két ilyen próbaképet, és egész szépen mutat. De ez egy tök új dolog, az a dal címe, hogy Új Hős. Egyenlőre egyetlen egy új dalt rögzítettünk, de terve van egy pár másik, és akkor talán kihozunk egy kis lemez jellegű dolgot még így idén. És úgy gondoltuk, hogy mivel már voltak ötletek, vegyünk fel egy dalt, és forgassunk arra, mert meg is csak izgalmasabb, mint hogyha egy régebbi dalra forgatnak. Nagyon nagy turnénk lesz. Most indulunk el össze majd a Fischer és az Insane-nel egy újabb turnéra. Velük letoltunk egy talán 7-8 állomás most tavasszal. Annyira jól sikerült, mindhárom zenekar egyértelműen a folytatás mellett volt. Most sikerült egy kicsit nagyobb szabású turnét alakítani, azt hiszem 18 leszervezett bulink van. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy mi egy ilyen határmenti mozgunk. És az Insane egyértelműen keményebb zenét játszik nálunk. A Fish talán egy picit poposabb zenét, viszont azért a Fish egy... És azt gondolom, hogy egy true zenekar hogyha megnézed a rajongókat, tehát hogy ez nem úgy popzene, mint ahogy popzene Britney Spears, ezt ugye nem kell különösebben esetelnem. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jót tett nekünk, hogy az Insane közönségben láthatott abban, hogy jó, ez a Grandma se csak három hülye gyerek, mert persze azok vagyunk, de hogy talán nem mögött van valami. Ez ilyen szempontból jót tett, viszont merem remélni, hogy mi is tudtunk az Insane táborhoz hozzátenni. Nagyon-nagyon várjuk. Tehát, hogy összejárogatunk ezekkel a zenekarokkal, és rendszeresen találkoztunk a nyáron, fesztiválokon, meg amúgy is. Tehát nagyon, tényleg nagyon jó baráti társaság alakult ki, de ez a koncertek előtti, utáni és alatti koncertek közben levő szórakozás, ez a legjobb része a rock and rollnak.